A Photoshop troll visszatér! Meg a Messenger értesítés is, hát szuper. Na jó, ha már itt tartok, akkor az ajtót is becsukom, mert elfelejtettem. Ugyanis képzétek el, hogy lettem cseszve, vagy hangosan vagyok itthon. Úgyhogy gyakorlatilag nem vagyok itthon, csak amikor videózok, szóval valószínűleg hangosan beszélek. Milyen rossz gyerek vagyok. Figyelj már, meg tudnád oldani, hogy a mellettünk levő srác ne úgy nézzen ki, mint a képen a gyerekekre húgyál? Tényleg pont úgy néz ki. Előre is köszi, szívecske. Megoldva. Fogta és belerakta egy WC fülkébe a srácot, és az a durva, hogy egyébként elég hihetően. Tehát, hogyha tegyük fel, megcserélnénk a sorrendet, és ezt a képet mutattam volna nektek, akkor több mint valószínű, hogy nem vettétek volna észre azt, hogy ez Photoshop volt. Csak egyszerűen egy baromi gázkép, mert most legyünk őszinték, mégis ki a fene szelfizik vagy fotózkodik egy csávó mellett a képen WC-zik. Meg egyáltalán hogy maradt itt az ajtó? Szóval, hajó lányok és srácok, én Csongi vagyok. De amúgy most nézem, nem működik a karácsonyi égő. Tudom, hogy nincs karácsony, de tök jól néz ki, úgyhogy visszahoztam nektek. Valamit ki kell ehhez találni, mondjuk a másik 6 méter LED kábelből. A mai videóban elhoztam nektek ismét a Photoshop trollt, aki Twitteren azzal szórakozik külföldön, hogy gyakorlatilag bármilyen képet küldtek neki, és mondjuk leírjátok, hogy kérlek, Photoshopod már meg az óra, mert ebből a szemszögből túl nagy. Ő meg így, oké. Szó szerint megcsinálja azt, amit ugye kérnek tőle, csak vicces formában, és utána az egész internet röhög. Valljuk be, a csajok itt sem arra gondoltak, hogy a srácot megfogják és így berakják egy WC fülkébe. Páran már ismerhetétek, mert volt már egy ilyen videón, viszont ez a második része kétszer ilyen szörnyű képekkel. Kezdjünk bele! Új, szédülök. Szia James, valami elképesztő, hogy mit művelsz Photoshoppal. Arra szeretnélek megkérni, hogy nekem is csinálnál egy kis dolgot. Mondjuk a hátam mögött azt a falat letisztítanád, olyan koszos. Meg azok a betűk, hát mit keresnek rajta? Már rajta is vagyok. És ami a legjobb ebben a képben az az, hogy a srác, aki ugye tisztítja a falat, az nem más, mint maga James. Úgyhogy, ahogy látjátok, éppen pucolja, olyan két nap múlva tiszta lesz. Ciao, meg tudnád csinálni úgy ezt a képet, hogy a barátnőm éppen valami nagyon ijesztő dolog elől fut? Látnak téged. Ezzel egy olyan vicces történetem van, hogy gyakorlatilag én, amikor kicsi voltam, volt egy időszak, amikor féltem ezektől a... Hogy is hívják, várjál? Baszki, nem jut eszembe! Írjátok le a komment szekcióba, hogy hívják ezt, mert most ilyen hülyének érzem magam. Na! Szép gyerekkorod volt, Csongi, gratulálok! Gratulálok! Amit nem az arcuktól féltem, hanem amikor kicsike voltam, akkor azt hiszem volt nekem is egy ilyen babám, és a sötétben a feje úgy nézett ki, mint valami szörny, mert ugye azt hiszem ilyen karika volt a fején, vagy nem tudom már melyik volt nekem meg. De a lényeg az, hogy el is tetettem az ágy alá, mert féltem konkrétan tőle, és így nem tudom miért. Aztán csak én voltam ilyen hülye, úgyhogy megérte elmondani ezt a videóban. Na, ha esetleg valaki más is fél, nyugodtan írjátok le. Teletobi! Hát persze! Igen, tudom, csaltam, megnéztem a komment szekciót gyorsan, hogy lássam, mit írtatok. Hé, hey, FJamie! Ez ugye az Instagramjának a tagje, hogy FJamie013. Meg tudnád photoshopolni ezt a képet úgy, hogy valamilyen nagyon veszélyes vizeken evezzünk? Szeretnék királynak kinézni, hogy megmutassam a barátnőimnek. Veszélyes vizeken! Azt ott vannak egy lábosban, amiben éppen fő a húsleves. Értitek? Húsleves. Ilyen boldogak közben. Ja, és azt csak most vettem észre, hogy az evező jobb oldalán, vagyis várj, nekik a bal oldala, nekem a jobb, a főtt tészta fel van akadva. Hát James, ez beteg. De azt hinnétek, hogy nincs vége. Mi? Szóval azt hinnétek, hogy itt nagyjából vége van, mert hogy ennyi a kreativitása. Amikor valakivel csináltatok egy képet, és így elmondjátok, hogy hát figyelj, úgy kéne, hogy nagyjából így, meg úgy, meg amúgy nézek ki, akkor a végeredménye szinte soha nem úgy néz ki. Nekem például Instagramon volt egy olyan képem, amire odaírtátok 5 milliárdon. Csongi, ne haragudj, de olyan vékony a lábad, mint egy nátszál. Én meg így... Igen, tudom, hogy vékony a lábam, de azért nem ennyire. Ugyanis a kamera szögnek köszönhetően pont úgy néztem ki, mintha tényleg ilyen lábam lenne. De ha tényleg olyan lábad van. Nem tudom, hogy mutassa meg a lábam, hogy itt is láthatjátok. Tényleg nincs valami vastag lábam, de ez annak köszönhet, hogy a genetikám az ilyen. Pedig én aztán bicikliztem, fociztam, futottam, mindent csináltam, és úgyis ilyen maradt. Egyébként, ha már felhoztuk ezt a témát, arra gondoltam, hogy megpróbálok egy e-mailt, vagy egy ilyen twittet írni ennek a srácnak ezzel a képemmel, hogy hát ha megcsinálja a lábam, egy picit vastagabb legyen, és majd ha egy nagyon pici szerencsénk lesz, akkor az én képemet is megfotoshoppolja, és akkor azt majd kirakom ugyanígy Instára, szóval nyugodtan kössetek be, hogyha sikerül, akkor együtt röhögjünk. Ami abból fog állni, hogy röhögni fogtok rajtam. És hogy visszatérjünk a lábméretekre, ez a csaj, nevezük őt mondjuk Krisztának, teljesen mindegy. Kriszta csináltatott a barátnőivel egy öcsillagos szálloda bejáratánál egy képet, ami nem tudom, hogy menőnek akart-e tűnni, vagy mi volt a célja, de úgy néz ki, hogy tetszik az embereknek ez a meditáló póz. Mert az egyik lába az így fitty, a másik meg úgy futty, a felső meg butty. És rögtön írt a Jamesnek, hogy Vigyi, meg tudnád csinálni a jobb lábamat hosszabbra? Annyira rövidnek tűnik. Na várjál, most lehet én vagyok hülye. A jobb lába az az a lába, amely ki van nyújtva. Az hol lenne rövid, hogy ezt hova akarta még nyújtani? Persze, most is én vagyok a buta, hát ő úgy gondolkodott, hogy a képen a jobb oldali lába. Hmm.
Mi a szar? Valószínűleg tartom, hogy a srác is pont ezen akadt ki, hisz ő is nézte a képet, hogy hát a jobb lábával szerintem semmi baj nincs, a bal tűnik olyan kicsit csirkelábnak. És a fizika törvényeit meg nem cáfolva, arra is figyelt a kedves James barátunk, hogy a lábát balkassza a kerítésnek két olyan fogok közé, hogy ugye nyilván nem egy lábon egyensúlyozgat a csaj. A múltkori videóban volt azt hiszem olyan, hogy a csávó ugye az Eiffel torony tetejét meg akarta fogni, de szar kameraszögből vették fel az egészet, és akkor, és hát a kezét ilyen 8 kilométeresre csinálta, 3 S betűvel rajta, meg 8-as alakkal, úgyhogy végül is elérte. Nagyon nagy forma ez a srác, kíváncsi lennék, hogyha mondjuk az én képeim közül egyet megcsinálnak, akkor vajon mi lenne a végeredmény, biztos, hogy sírnátok ti is. A következő képben egy kicsi raffináltság van, ugyanis ugye látok két csajt egy padon, mind a kettő szőke, nyilván el lehet mondani, hogy az egyik szebb, a másik csúnyább, de ez most relatív, erről már beszéltünk, hogy nincsen, hogy szép és csúnya, vagyis hát van, csak mindenkinek más a szép és mindenkinek más a csúnya. Tehát gyakorlatilag nincs, mindegy, ez fú de bonyolult. Szia! Van egy olyan problémám, hogy szeretek egy fiút, és el szeretném neki ezt a képet küldeni. Na de! Ugye nyilván, amikor két csaj megy az utcán, akkor általában van egy szebb, meg egy kevésbé szebb, és nagyon sok csaj, aki mondjuk szép, egy ilyen trükköt szokott használni annak érdekében, hogy a fiúk felfigyeljenek rá, tőle kevésbé szép csajjal megy mondjuk, mit tudom én, bulizni, vagy csak az utcán bármi. És ez nagyon gonosz dolog, de én nem egy ilyen példát láttam már. Mert hát nyilván, amikor van két csaj, az egyik szebb, a másik kevésbé szép, akkor minden fiúnak a szebb fog feltűnni, szóval ha kimész az utcára valakivel, hogy csajoz vagy pasiz, akkor nem éri meg neked szebben járni, mert nem azt fogják nézni, hogy te milyen király vagy, mert te jó srácokkal vagy jó csajokkal jársz, hanem azt fogják nézni, hogy te vagy a úgymond gyengébb. És ugye ez a csaj pont azt szerette volna, hogy a fekete cipős lányt kifotoshopolják, mert hogy idézem, én jól nézek ki, de a mellettem ülő fekete cipős lány annyira csúnya. Sajnálom és köszi előre. És hát a James barátunk ismét alakított karma. Fogott egy reszelőt és lereszeltette a csajt, amit nem szó szerint, csak photoshop szerint. Biztosan felmerül a kérdés bennetek, hogy miért nem a másik csaja csinált valamit, és ez egyértelműen ilyen üzenetet hordoz magával, hogy nem szabad a másikat leszólni. Tehát nem szabad ilyet mondani senkiről, tényleg legyen az barátnőtök, még az ellenségetekről sem, hogy ő nagyon csúnya, vagy mit tudom én mi, mert valljuk be, ez sértő. Amikor iskolás voltam, nem egy olyan beszélgetést hallgattam már végig, hogy nézd már az Alexet megint mibe jött. Hogy tud valaki ennyire rosszul öltözni és ennyire csúnya lenni? Istenem, nem is értem, hogy tud egy csajt felszedni. Mindenkinek más az ízlése, és az, hogy valaki szépe, avagy sem, az szerintem nem az illetőtől függ, hanem attól, hogy születik. Mert ha most valaki mondjuk gigantikus orral születik, akkor nem tud mit tenni ellene. Ja de, megműteti. Nekem az a véleményem, hogyha valaki mondjuk nem ápolt, arról nyilván ő tehet. Hányan óránk volt, amikor megjött az egyik osztálytársunk, és így mindenki egymás nézett. Innentől csipeszt fel, és akkor délután 3-ig kibírjuk. Tanácsok Csongitól, robot. Kérlek, meg tudnád azt csinálni, hogy én és a barátom pontosan egymagasak legyünk? Köszi. De ennek mi értelme van, hogy valaki egymagas legyen? Mert ha valójában nem vagytok egymagasak, akkor a képen se nézetek. Tegyélek, a fejéből jön ki a keze. És annyira hihető, tehát annyira jó munkát végez ez a srác. Azt hinnéd, hogy valami mutáns csajt látsz a képen, közben csak Photoshop az egész. Ilyenkor gondolkozom el, hogy vajon a képek hány százaléka valódi, és hány százaléka Photoshop, amit mondjuk Facebookon vagy Instán látsz. A következő csaj elment a tesójával nyaralni, de hát miközben ő szívecskézik meg karati meg nem tudom mit csinál, és képeket lőnek, hát a srác az így, aha, húzunk már a halálba. Kicsikét olyan tipikus én, elég sokat használok telefont, és ezt sajnos tudom magamról, próbálok leszokni tényleg. A csajnak a kérése meg az volt, hogy valahogy úgy kéne ezt a képet megfotoshopolni, testvére az úgy nézen ki, mint aki tényleg jól érzi magát, és nem pedig ott el van egy telefonnal. Úgyhogy James ismét alakított, és... oda photoshopolt egy csajt, aki olyan rövid ruhában van, hogy szinte mindenne kilátszik, a srác meg így... Hello James, meg tudnád oldani, hogy ne tűnjek ennyire álmosnak a képen? Tudod, mint aki egy picit is ébren van. Persze, hogy megcsinálom. Úgy néz ki ez a srác, mint aki éppen most látta meg Facebookon, hogy az exe új pasival jár. Ja és hogy is van? Van ennek egy másik végette, amikor megtudod azt, hogy az exednek új pasia van, és csúnyább, mint te, vagy valami ilyesmi, és akkor így... Következő! Szegény nő próbál sárkány teregetni, de úgy látom nem igazán jön össze. Valószínűleg nincsen szél, vagy nem tudom, vizes. És ezt így feltenni Instára vagy Facebookra elég nagy gáz, de hát mint mindig erre van James. Oda photoshopolt egy repülőt, aki éppen... Mi? A csajtól, a sárkánytól a repülőig már csak az óceán kéne repüljön. Na jó, ezt mondjuk én kiraknám. Tehát hogyha de igazából a sárkány az most is csak úgy repül, hogy a csaj húzza, tehát nem magasabban van, mint ő. Ebben a képen pedig a csajnak az volt a kérdése, hogy a srác helyett mondjuk egy dinót oda kéne photoshopolni, és akkor úgy néznek ki, mintha valamilyen állatkertbe vagy ilyen dinó. Hát állatkertben nincsenek dinók, baszki. Mi? Egyáltalán nincsenek dinók a világon, mi van vele, Csongi? De mondjuk egy ilyen dísz dinót puszilna, és akkor nem lenne annyira gáz. Úgyhogy a srácból csinált egy dinót. Triceratops, Balindos,
ama juhászosz. Vannak ezek az átlátszó ilyen hídszerűségek a hegyek oldalában, hát ezt most jól megmondtad, és aki tériszonyos, azt szerintem összeszarja magát, mert belátsz teljesen a hegy aljába, tehát a völgybe. Úgyhogy rögtön lőttek egy képet Instagramra, amit felszerettek volna rakni, de rájöttek, hogy semmi ijesztő nincs rajta, tehát nem úgy néz ki, mint aki éppen életveszélyes. Léci, meg tudnál engem sokkal veszélyesebbet csinálni, és ezt a csajt hátulról kiszedni? Köszi. A csávó sokkal veszélyesebb lett. A szandálharcos újra kelt. Életre kelt. Újra kelt. Nem ilyen jobb kézből meg bal kézből ad, hanem fejből. És hát a csaj az eltűnt a háttérből. Baszeg szétverte. Na de ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett. Hogyha igen, akkor mint mindig, várjál, leszedlek titeket innen, hogy ne maradjatok stabilak. Iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következő videóról, ugyanis tényleg rendszeresen vannak ilyen jellegű videók. Szóval, hogyha feliratkoztál és a panda, várjál. A panda sereg tagja vagy, akkor mindenképp nyom egy jó nagy lájkot is, így jelezve az, hogy mondjuk akartok egy harmadik részt, ahol háromszor ilyen gáz photoshopos képeket fogunk megnézni. A karácsony díszemet még mindig nem fogom leszedni, nem érdekel, mit mondtok, nekem tetszik, majd valamire kicseréljük. És akkor találkozunk a következő videóban, úgyhogy legyetek jók és... Halihó!